Tisztelt excellenciás és főtisztelendő érsekatya, tisztelt helynök urak, tisztelt osztályvezető úr, tisztelt lelkipásztoratják, tisztelt pedagógusok, mert hogy alapvetően azt gondolom, hogy a mai nap főszereplői önök ebben a csodálatos létesítményben és intézményben. Nem kaptam egyszerű feladatot. Az én feladatom az, hogy a kiemelt figyelmet igénylő gyermekekről beszéljek önöknek a köznevelésben. Már alapvetően egy olyan hatalmas területet ölelünk fel, amely azt gondolom, hogy talán a mai pedagógia egyik legnagyobb kihívása, nehézsége és szépsége is egyben, kiemelt figyelem. Ha egy picit ízlelgetjük ezeket a szavakat, ezt a szó összetételt, hogy kiemelt figyelem, rögtön eszünkbe juthat, hogy mégis kikre kell, hogy gondoljunk. És mielőtt belevágnák a jogi alapokba, engedjék meg, hogy Thomas Gordon, a tanári eredményesség tréning kidolgozójának egyik gondolatát hadd közvetítsem önöknek. Lehet a gyermeket könyvből nevelni, de minden gyermekhez más könyv kell. És azt gondolom, hogy ez egy nagyon értékes gondolat, amely alapján végig tudjuk vezetni ezt a témát. Önök alapvetően minden egyes nap, minden gyermekkel, akivel találkoznak, és sokan önök között 100 vagy akár 1000 gyermekkel is voltak már mindenféle fajta pedagógiai kapcsolatban, tudják, hogy nincs két ugyanolyan gyermek. Minden gyermek valamiben más, valamiben kiemelt figyelmet igénylő lehet. Tegyem egy picit lejjebb. Jó. Úgyhogy kiemelt figyelem most a témánk. Hát alapvetően azzal kellene kezdenünk, hogy hogyan is értelmezzük. Ugye a fogalmak, a természettechnikus tisztázás azért alapvetően fontos lehet, hogy ugyanarról beszéljünk. Nekünk van egy 2011. évi köznevelési törvényünk, amely ezt a fogalmat előszeretettel használja, kiemelt figyelem. És azért érdemes erről beszélni, mert van egy másik fogalom, ami pedig a különleges bánásmód, és ez a két fogalom nagyon gyakran mosódik össze. Akár az emberek, akár pedig a pedagógusok gondolatvilágában is. Van nekünk egy nagy buborékunk. Legyen ő a kiemelt figyelmet igénylő gyermektanuló a köznevelés rendszerében. Ezen belül azonban további csoportokat tudunk megkülönböztetni. Van a már említett különleges bánásmódot igénylő kategória, amelyben beletartoznak azok a gyermekek, tanulók, akiknek sajátos nevelési igénye, beilleszkedési tanulási magatartási nehézsége van, vagy kiemelkedően tehetséges valamely területen. Ezen kívül azonban még a köznevelési törvényünk más két fogalmat is gyűjt. Az egyik az a hátrányos halmozottan hátrányos helyzet, ők szintén kiemelt figyelmet igényelnek a köznevelés szempontjából, és a legújabb kategória, amelyet úgy nevezünk, hogy tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulóknak a kiemelt figyelme. Hogyha picit tovább megyünk, és nézzük a különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulóknak a széles körét, akkor azon belül a sajátos nevelési igény lehet, ami érdekes lehet számunkra, hogy a sajátos nevelési igény, amelynek fogalmában azt hallhatjuk, hogy minden gyermek sajátos nevelési igényű, akinek mozgásszervi, érzékszervi, értelmi, beszédfogyatékossága van, több fogyatékosság együttes fennállás esetén halmozottan fogyatékos, illetve egyéb pszichés fejlődési zavarral, azaz súlyos tanulási, figyelem és magatartás szabályozási zavarral küzd. Ez egy olyan hatalmas kategória a mai köznevelés rendszerében, hogy jelen pillanatban 104 ezer gyermekről tudjuk a 2023-2024-es központi statisztikai hivatal adatai alapján, hogy beletartozik a sajátos neveléségény kategóriába. Önök találkoznak minden nap ezekkel a gyermekekkel kint a köznevelés rendszerében, és közülük is, akik a legtöbben vannak, azok a tanulási figyelem magatartás szabályozási zavarral élő gyermekek. Nem tudom, hogy mennyire ismerik a statisztikai adatokat, ha 104 ezer tanulót nézzük, akkor több mint a 60%-uk tartozik a sajátos nevelésségének és különleges bánásmódnak ebbe a kategóriájába. Tehát önök olyan gyermekekkel dolgoznak kint a köznevelés rendszerében, a mindennapokban. További statisztikai adat azt mondják, hogy osztályonként minden iskolafok, minden iskolatípus, minden osztályában van legalább 2-3 sajátos nevelési igényű gyermek. Úgyhogy le a kalappal önök előtt. Mert ilyen magas osztálylétszámok mellett ilyen kiemelt figyelmet igénylő gyermekekkel folytatni a pedagógiai munkát, az mindenképpen egy hatalmas nagy kalapemelés a mindennapokban.
A különleges bánásmódba beletartozó másik fogalom a beilleszkedési tanulási magatartási nehézség. Na, ez a fogalom már egy picikét ködösebb és homályosabb. Ám bátor, hogyha 2-3 sajátos nevelési igényű gyermek van az osztályukban, akkor beilleszkedési tanulási magatartási nehézséggel, remélem majd bólogatnak, minimum 10, amely egy szintén nagyon fontos köznevelési jogi kategória, de egyelőre az az oldala, hogy a megsegítés valóban megtörténjen a gyermekek számára, ez még kevésbé kidolgozott. Nem tudom, hogy ismeretes-e önök számára, a sajátos nevelési igény irányelve, az biztosan egy ismert dokumentum. Nem tudom, hogy felhívhatom önök figyelmét arra, van egy beilleszkedési tanulási magatartási nehézségeknek szakmai ajánlása, szintén az Oktatási Hivatal honlapjáról letölthető. Érdemes lapozgatni egyébként, mert van néhány gondolata, amely... Elment a hang, megvan. Nagyon jó üzenete, azt gondolom, az önök munkájának. És akkor mi lehet a megoldás? Ott vannak kint önök a köznevelés rendszerében, több osztályban tanítanak, nagyon sok gyermek fordul meg az önök kezei alatt. Mi lehet a megoldás? Van-e megoldás? És köszönöm tisztelendő atyának, főtisztelendő atyának az előző előadást, mert tudok csatlakozni. A mit és hogyan kérdése az egy nagyon-nagyon fontos kérdés a pedagógus oldaláról. A pedagógiai hitelesség, kongruencia, teljesen egyetértek, az egyik legfontosabb, amelyel a saját személyiségünket is beleadva tudjuk a gyermekek nevelését, oktatását végezni. A másik oldal, amivel én gyógypedagógusként szeretnék önöknek egy picikét üzenni, az az, hogy amikor a gyermek készség-képesség struktúrájában gondolkodunk, a mit tanítok mellett, és azt ő hogyan tudja elsajátítani, jól, rosszul, kiválóan, kevésbé jól, elégségesre, jelesre, mindig nézzünk a hogyan mögé. És a hogyan mögé úgy tudunk nézni, hogyha megkérdezzük magunktól, hogy miért. Én azt gondolom, hogy amikor egy gyermek személyiségfejlődésében, az ő fejlődése támogatásában tudunk a miértben gondolkodni, miért jó ő abban, amiben jó? Miért teljesítő rosszabbul a kortársaihoz képest bizonyos területeken? Akkor már rögtön egy egészen más dimenziót nyitunk meg. Én mozgásterapeutaként is végzem áldásos tevékenységemet. Általában én az iskolai érettség, iskola készültség támogatásában igyekszem a gyermekeknek segítséget nyújtani a mozgásos tevékenység által, és hát nem túlzok, és nem mondok nagyot, néha álmatlan éjszakáim vannak. Amikor van egy helyzet, azon a terápiás fejlesztő hatáson, látom a gyermek reakcióját, látom a teljesítményét, és éjszaka azon gondolkodom, hogy vajon ő ezt miért teszi? Vajon mit kell nekem tennem? Mit kell előhoznom belőle ahhoz, hogy az a képesség struktúra ezt kibontakozzon? Van megoldás, lehet megoldás. És engedjék meg két számomra nagyon kedves művel, hagy ajándékozzam meg önöket, remélem, hogy sikerül megjegyezni a címét. Az egyiknek a szerzője az a Zsanuveros, és a cím, hogy kell a gyereknek a korlát. Már maga a cím is azt gondolom egy motto, kell a gyermeknek a korlát. Azok a korlátok, azok a szabályok, azok a következetességgel, amelyekkel neveljük őket, szülőként vagy pedagógusként, az adja meg a lehetőségét, hogy ő a világban el tudjon igazodni. Ennek a könyvnek a legnagyobb üzenete számomra, és amiért ajánlom önöknek, az az, hogy azt mondja a mai gyermekről, hogy minden olyan gyermek, aki nem találkozik szabályokkal, keretekkel, következetességgel, az el van veszve a világban. Ő lesz a leginkább eltévedve. Kellenek a keretek, kellenek a szabályok, kell, hogy érezze a gyermek, hogy meddig mehet el, és ez az, amiben azt gondolom, hogy önök pedagógusként a legjobbak. Keretek, szabályok, következetességek, ha ezt markánsan használják, azt gondolom, hogy a megoldás talán meg is születik. A másik mű, amit ajánlani szeretnék önöknek, az Major Zsolt és Mészáros Katalin nagyon sokat mondó és nagyon informatív műve, az a Farkas vagy áldozat címet viseli.
Alapvetően pszichopedagógiai szempontú a megközelítés, tehát arról beszél a könyv, hogy a viselkedés zavarok, magatartás szabályzás zavarai esetén mit tudunk tenni. Hogyan tekintsünk a gyermekre, aki az iskolában mondjuk egy bullying áldozata, vagy éppen maga a bullying, az agresszor. Nem biztos, hogy minden ennyire fekete vagy fehér, mert nagyon sok esetben az a gyermek, aki egy bizonyos közegben bántalmazott, másik közegben bántalmazott. És ennek a műnek is van egy általam kedvelt mondata, hogyha megengedik, akkor felolvasnám, mert hogy én készültem, jelentem, jó pedagógushoz híven, és egyetemi oktatáshoz szokottan, csak a technika megviccelt minket, úgyhogy csak én látom. Önök ebből most kimaradnak, ebből az élményből, pedig hát hatalmas képeket raktam föl rá, de a monitor az picit pici. Ez így szól, ha olyan segítők közül kell választanom, akik közül az egyik sokat tapasztalt pessimista, míg a másik egy tapasztalatlan optimista, akkor arra szavazok, akiben él a remény. És erre szeretném önöket kérni, bármennyi is a tapasztalatok, bármennyi éve is tanítok, bármennyi gyermekkel találkoztak, menjünk vissza a tapasztalatlan optimistába, és adjuk meg a reményt, és adjuk meg a lehetőséget a gyermekek számára. Minden gyermekben van valami, ami szerethető, és azt gondolom, hogy ez lehet a kapaszkodó önöknek a pedagógusi munkájukban. És hát azt gondolom, hogy önök pedagógusként felvértezve a saját kompetenciájukban nagyon-nagyon jól tudnak tevékenykedni. Csak egy másik megoldási út lehet, hogyha a saját kompetenciahatárainkat megtartjuk, és azt másoktól is kérjük, hogy azt a kompetenciahatárt tartsák meg. Egy újabb idézet bocsássanak meg Popper Pétertől, aki a következőket írta le egyik művében. Tisztelt szülő, tájékoztatom, hogy gyermeke matematika órán minősíthetetlenül viselkedett, kérem intézkedjen. A szülői válasz, tisztelt tanárnő, tanár úr, tudomásul vettem, megtettem a szükséges lépéseket, egyben tájékoztatom, hogy nevezett gyermek este otthon nem volt hajlandó megenni a kelkáposzta főzeléket, kérem intézkedjen. Ugye, hogy hányszor futunk bele ebbe pedagógusként, hogy a saját kompetenciahatárainkat megtalálva, megkeresve, de azokat néha mégis áthágva kapunk a szülőktől olyan impulzusokat, vagy mi adunk a szülőknek olyan impulzusokat, amely nem az ő hatásköre, nem fogja tudni ő szülőként megoldani az én pedagógiai helyzetemet, az én nehézségemet, az az én kompetenciaköröm. És én sem fogom beírni kisfiam osztályfőnökének, hogy Zalán tegnap nem volt hajlandó a pizsamából átöltözni egész nap, mert még nyári szünetem van. Mert az az én kompetenciám, hogy ne pizsamából induljunk el bevásárolni. Tehát, hogy ezeket, ha figyelembe veszük, és ezeket a határokat, ezeket a kereteket, szabályokat alkalmazzuk, akkor pedagógiai szempontból én azt gondolom, hogy mindenképpen eredményesek lehetünk. És akkor az érem másik oldala, mert hogy nem csak a fogyatékosságok, zavarok, nevezzük a gyógypedagógiában, atipikus vagy neuroatipikus gyermekek azok, akik jelen vannak a köznevelés rendszerében, van egy másik oldal, szintén különleges bánásmódot igénylő gyermekek, tanulók közé soroljuk, ők a kiemelten tehetséges gyermekek, tanulók. És hogyha nézzük például az intelligencia hányadost, az intelligencia hányadosunk, ez egy normál leoszlású Gauss görbével tökéletesen leírható. A populáció, a népesség kb. 68%-a átlagos intelligenciának tekinthető, az az intelligencia 85 és 115 IQ pont között van. Ők az átlag, és vannak a tipikusak, akik a normál intelligenciával megáldottak, ők a 70 és a 130 közötti intelligenciájú gyermekek, felnőttek, itt ülünk mindannyian, valahol itt vagyunk. Ez már a népességnek közel 90%-a. Viszont van nagyjából 2,5-2,3% a Gauss-körbe egyik és másik oldalán, akik 130-as IQ fölött, azaz kiemelten tehetségesként azonosítjuk, és vannak a 70-es IQ alatt, akiket pedig már ugye az értelmi fogyatékosság, a fogyatékosság kategóriájába sorolunk. Mi is ez a tehetség? Ki tehetséges? Azt gondolom, hogy talán ennek eldöntése jelen pillanatban a legnehezebb. Mert hogy maga a kiemelten tehetséges gyermekek tanulók fogalma az úgy szól, hogy az a különleges bánásmódot igénylő gyermek tanuló, aki átlag feletti általános a speciális képesség birtokában
magasfokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti motiváció, elkötelezettség. Ha szűken vesszük, nem tudom, hallottak-e Renzulli nevéről, ez tulajdonképpen Renzulli háromfaktoros vagy háromkörös tehetségmodellje, amelyben mi ma a kiemelt tehetségben gondolkodunk. De egészen más tehetségmodellek is vannak. Például a Zeisel-féle 9+1 sorsfaktor modell, ami azt mondja, hogy persze kell a kreativitás, kell a kimagasló képesség, kell a feladat iránti elkötelezettség, de van még az iskola, a kortársak, a szülők, a mikro-makro környezet, és még mindig ott van egy sorsfaktor, amely befolyásolja, hogy az a képesség kibontakozik, vagy nem bontakozik ki a gyermek személyiség fejlődésében. Tehetség. És akkor itt tartunk, hogy a tehetség egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Az iskolában szeretnénk minél több tehetséges gyermekkel dolgozni, találkozni. Azt gondoljuk, hogy az a kánoán a tehetséges gyermek, de a tehetséges gyermeknek ugyanúgy jár a többletszolgáltatás ahhoz, hogy a képességeit ki tudja bontakoztatni, mint a sajátos nevelésigényű gyermeknek azért, hogy a képesség struktúráját egy átlagos szintre tudjuk növelni. És akkor, ha tovább megyünk, ismerjük a Gardneri többszörös intelligencia elmélet modelljét, amely azt mondja, hogy azokon az intelligencia területeken, mint mondjuk a logikai, nyelvi vagy matematikai képességek, azon kívül még további 4 vagy 5 intelligencia faktor van minden emberben. A társas intelligencia, a természeti intelligencia, zenei intelligencia, mozgásos vagy éppen a képi-vizuális térbeli intelligencia. És azt gondolom, hogy a Gardneri többtényezős intelligencia elméletnek az üzenete az az, hogy amikor egy embert a képesség struktúrája, a tehetsége alapján szeretnénk megismerni, akkor ez egy nagyon összetett folyamat, mert hogy nem mindenki jó minden intelligencia területen. Az, hogy milyen készség-képesség struktúrával van ő felvértezve, az nagy egyéni változékonyságot mutat. Minden ember egyedi, így rájellemző intelligencia készlettel rendelkezik, és ami egy érdekes adalék, de szerintem érdemes róla gondolkodnunk, hogy attól még, hogy egy gyermeknek mondjuk magas az intelligenciája, tehát az IQ hányad a 130 feletti, az még nem jelenti, hogy a tehetsége ki is tud bontakozni, mert ugye ez még egyéb más nagyon sok tényezőn, faktoron is múlik. Mindenki más, mindenki egyedi, mindenki másban jó a maga egyedi módján. És nem lehet mindenkiben kiváló. Már nem vagyunk polihisztorok. Bocsássanak meg, hagy hozzak egy sportos példát. Amikor az én egyébként nagyobbik gyermekem kézilabdázni szeretett volna, támogattuk benne. És aztán szembesültünk azzal, hogy ez a kézilabda, ez nem úgy van, hogy csak odaadnak neki egy labdát, és akkor ő majd abban ügyes lesz. Ma már ott tartunk, a sportági specializáció, a sportági tehetség kibontakozásában is, hogy ma már posztokra választják ki a gyermekeket. Nem biztos, hogy minden gyermek jó testi, pszichés, kognitív, szociomocionális képességekkel rendelkezik ahhoz, hogy beállóba bemenjen is. Ott végezze kézilabdában áldásos tevékenységét, vagy irányítson egy csapatot irányítóként. Ezek különböző készség-képesség struktúrát igényelnek. Hogy gondolhatjuk, hogy aki kézilabdázik, az mindenben jó? Nem lehet jó, mint ahogy a gyermekek sem lehetnek mindenben jók. És akkor zárszó helyett engedjenek meg nekem még egy idézetet. Ezt Todd Whitakertől hoztam önöknek. Engem nagyon meghat. Ez így szól, ez az idézet. A legjobb dolog a tanításban, hogy tényleg számít a munkánk. A legnehezebb dolog pedig az, hogy minden nap számít. Én azt gondolom, hogy ezzel az üzenettel engedném el önöket. Minden nap számít a munkájuk, minden nap számít, hogy a kiemelt figyelmet igénylő, sajátos nevelésigényű, beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségek közül, vagy éppen a tehetséges gyermeknek mit adnak át, a személyiségük, a tudások, a tapasztalatok által. Köszönöm szépen a figyelmet!